Libik György itthoni baráti köréből kevesen élték meg a 90-es éveket. Legalábbis kevesen voltak azok, akiket ő is a barátainak nevezett, szemben azokkal, akik mindegyike a barátjának akarta tartani magát. Síelős egyetemi korszakának nagy tanúi vagy meghaltak a háborúban, vagy külföld felé vették az irányt a háború után. Családi kapcsolatai elkoptak. Vagy meghaltak a koncentrációs táborokban, vagy a határok újbóli véglegesítése után, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, illetve Romániában maradtak. Az ellenállás embermentéseit tanúsítók, a németek elleni harcaiban résztvevők és az 56-os forradalomban játszott szerepét ismerők többsége szintén meghalt. Vagy természetes halállal, vagy kivégezték. Életének következő 3 évtizede külföldön, jórészt Svédországban telt, onnan tanukat a filmhez nem lehetett megidézni. 6 egykori hazai barátját, ismerősét, harcostársát kértük meg, emlékezzen Libik Györgyre. Mi Libik Gyulkát, Libik Györgyöt Libának neveztük, azt örököltem. Meg kell őt szokni. Szerintem ő egy rendkívül szeretetre méltó valaki, hogyha az ember megszokja őt. Azért, mert ő minden határozottsága és minden látszólagos agresszivitása, mert van benne mellett, és egy rendkívül mélyérzésű és egy nagyon sebezhető valaki. Karik Sára műfordító, költő, idegennyelvi levelező. Karik vitán felül Libik legbensőbb baráti köréhez tartozott. Libik felesége, Szentgyörgyi Nelli révén jött létre köztük a barátság, ami még Szegeden Karik egyetemi évei idején alapozódott meg, és tartott később is, olyannyira, hogy esküvői tanújuk is volt. Ferenci Béni Nelli mestere volt a másik tanú. A jó viszonyunkra még az is jellemző, hogy megürült a mi házunkban egy lakás. Ez egy olyan lakás volt a Ponty utcában, lakásház, ahová az arisztokraták ilyen színpadi szezonra vettek ki csak lakást, de a lakás állandóan az övéké volt, de csak akkor használták. Leadta nekem a kulcsokat, azt mondja, nem jönnek vissza egyik arisztokrata. Tehát mikor kiderült, hogy összeházasodnak a Gyurka és a Kisnelli, akkor mondtam, hogy hát ne keresetek lakást, itt van ez. És a hajnallal a Gyurka édesanyjával együtt rendeztük be. Na most tragikus körülmények között vesztette el a Gyuri az édesanyját, teljesen váratlanul. Ő lement Kecskemétre, amikor elterjedte a híre, hogy az Eichmann megindította a vidéknek az összegyűjtését, és az édesanyjának a saját anyja, a Gyurinak az imádott nagyanyja, az volt egy a Rózsahegyi nagymama, az lejött, hogy a családdal együtt legyen, mert meghalt a férje előzőleg. És a Gyuri a nagymamát megtalálta, és nagyon-nagyon megnyugtatta, hogy csak munkára visznek bennünket, és van már címünk, és volt ez a fiktív cím, ahova lehetett írni, és a Gyuri akkor adott neki mindent, amit csak tudott, amit levitt magával, és pénz, stb. És soha többet nem hallottak róluk. Na most aznap, amikor elvitték, aznap este a hajnal megmérgezte magát, és reggel gázzal, reggel holtan találták. Úgyhogy ez egy óriási nagy trauma volt a mindenkinek. Karigot Libik szervezte be az ellenállásba. Nyomdásza lett Libik illegális sejtjének, de például 8 esetben kötött névházasságot különböző nációjú menekültekkel, hogy azok az új papírokkal el tudjanak rejtőzni akár a gestapó, akár a csendőrök, akár a nyilasok elől. 47-ben Karigot a rendőrség letartóztatta, átadta a szovjeteknek, akik a sarkkörön túrra Vorkutába száműzték, és ítélet nélkül évekig tartották fogolyként egy szénbányában. Elhurcolása fordította véglegesen szembe Libiket a kommunista hatalommal. Gyuri volt az, aki telefonált nekem a német megszállás után következő napon, hogy egy nyomdánk
csak így egyszerűen így nevezték, egy kézi hajtású nyomdagép lebukott, és vállalod-e? Mondom, honnan beszélsz? Azt mondja, a telefonfülkében, mondom, hál' Istennek. Mondom, ha szétszeditek olyan kis darabokra, hogy a aktatáskákba különböző időpontokban el lehet hozni, akkor vállalom. És akkor kezdődött el egy ilyen illegális tevékenység, amiben én a Donát Ferenc Major Tamás és Kálai Gyulának a sejtjébe tartoztam. Mást nem ismertem, de őket különben is ismertem. És amit később kiderült, a Péter Gábor volt az összes nyomdáknak a fő-fő intézője és felelőse. De ez csak már akkor derült ki, amikor már hazajöttem Magyarországra. És a Gyurkáék pedig terjesztették azt az anyagot, amit mi ottan előállítottunk. A Péter Gáborral én személyesen nem találkoztam. Ott túlságosan magasban volt. Ezt az anyagokat, amiket ottan csináltunk, ezt egyrészt a különböző erdélyi menekült papírokkal nálam, vagy pedig az elérhető közelemben lévő emberek csinálták, mondjuk karikatúrákat csinált Beck Judit, aztán fejléceket rajzolt Csillag Vera, grafikus művész. A szövegeket pedig írva kaptuk, úgyhogy én csak éppen a helyesírást hidinként megnéztem, mert a gépírónők nem mindig voltak a tetőpontján, hát adott körülmények között. Azt én nem is tudom megmondani, hogy hány embert mentett meg a Gyurka, és ő se számolta, mert voltak olyan helyzetek, amikor már a Wallenberg itt volt, és akkor a Perangerrel együtt ő jó barátságba keveredett, együtt sieltek, az nagyon fontos volt, ugye. Na most a Peranger az nagyon jó viszonyban volt a Wallenberggel. Nem tudom, milyen régi ez a viszony, de minden esetre ők együtt dolgoztak, és az éjszakai különböző kirándulásaira mindig a Gyurit vitte magával, vagy pedig a Gyurit elküldte, és az nagyon sokszor embermentés volt. A Wallenberggel én néhányszor találkoztam, talán 4-5-szer életemben, de az a kisugárzás, ami abból az emberből áradt, az nekem szinte már unheimlich volt, hogy abban a pillanatban, amikor megjelent egy helyen, akkor rögtön az ember tudta, hogy itt most egy akarat van. És nagyon sok mindent el tudott intézni, amit senki más. Kiment listákkal, pénzzel, tehát ha ahol lehetett, tudta, hogy kit lehet vesztegetni, kit nem lehet, kit kell vesztegetni. Úgyhogy nagyon sok embert megmentett. Viszont a Gyurinak voltak sikeres akciói, amikor a rusznyák, egész rusznyák családot visszahozta az ő közben jöttével. Most azt nem tudom pontosan, hogy ő ment-e el érte, de azt tudom, hogy ő ment le, vagy az ő embere ment le Szent Györgyit értesíteni, és Purjeszt is, az is egy professzor társa volt Szent Györgyinek. És általában a Szent Györgyi körül folyó eléggé intenzív, embermentő és nemzetmentő. Tehát, hogy jól tájékoztatni a külföldet arról, hogy itt tulajdonképpen mi van, abban nagyon nagy érdemei vannak a Szent Györgyinek, és Gyuri ebben nagyon sokat segített. Elmondtad, hogy milyen volt a fiatal Libik. Milyennek látod őt most? Én hallgatom őt. Általában. És nekem ugyanaz maradt, aki volt. Talán gyengédebb és figyelmesebb, valószínűleg a korral jár, és nagyon szerető, nagyon kedves, jó barát. Egy kicsikét megcsöndesedett, de ugyanúgy elmegy síelni, ugyanúgy elmegy szörfölni, ugyanúgy sportol, és nem iszik, nem dohányzik. Nagyon más pályát futott be, mint amilyet befuthatott volna? Nem. Megmondom neked, nagyobb pályát futott be, mint amit itt idehaza befuthatott volna, mert idehaza annyira
leállították, és a bürokratizmus, mi Napóleonon is tültettünk a szocialista bürokratizmusban. A Gyuri nem karrierista volt, hanem ambiciózus, és szorgalmas, és nagy tudású. Ugye? Én hallgattam néha beszélgetéseket, olyan beszélgetéseket, amelyeket ő folytatott olyan emberekkel, akikről tudtam, hogy a szakmának és a műszaki tudományoknak, hát ő nem lehetett véletlenül a műszaki tudományos fejlesztésnek az egyik vezetője. Akkor ő olyan fiatal volt, de ő átlátta ennek a szükségességét. Különben én talán itt megjegyzem, hogy én nem csupán szeretem a Gyurkát úgy, mint egy régi-régi, az életem egyik részének egyik központi figuráját, hanem nagyon okosnak tartom. Azt szokták mondani, hogy a legtöbb embernek, vagy nagyon sok embernek egy kerékkel kevesebbje van, mint kellene. Én nekem az a véleményem, hogy Gyurinak 2 vagy 3 kerékkel többje van. Szőcs István filmrendező nem volt Libik legbelső baráti körének tagja. Ismerettségük kezdete a háború alatti évekre, pontosabban 1943. decemberére datálódik, amikor is Szőcs, az Emberek a Havason világhírű rendezője, a Velencei Filmfesztivál aranyérmese, a budapesti Corvin moziban, amely éppen német érdekeltségű mozi volt, előadást tartott a filmezés nemzeti jellegéről, és ott bemutatta a Gogol novellájából Nikolaj Ek által rendezett a Szorocsinci vásár című szovjet filmet. 1943-ban. Tegyük hozzá, bemutatta a francia ködös utakat, az amerikai Érika gyümölcsöt is. Ezek mind itthon betiltott filmek voltak. Szőcs a háború során Ukrajnában zsákmányolt anyagból jutott hozzá a kópiákhoz. Hetekig beszédtéma volt Pesten a filmbemutató. Szőcsöt sokan támadták és sokan védték is ezért, s a minden szokatlanra rezdülő Libik azonnal ismerettséget kötött az e bemutatója kapcsán, amolyan ellenállói dicsfénnyel övezett Szőccsel. Rendkívül imponált nekem Gyurka, amikor hát az ő síelő társaival együtt elmesélt azokat a tetteket, amik igazán bátor és merész dolgok voltak, amikor ők az életük kockáztatásával mentettek embereket, hoztak nekik hamis papírokat, bújtatták őket motorbiciklin, vagy pedig az édesapja autóján, ugye száguldoztak keresztül Kassol a városba. Ez egy veszélyes dolog volt, és ez nekem halatlanul imponált. Néha-néha találkoztunk, vagy ilyen követség előtt, vagyon követség környékén, és akkor elmesélte az aznapi feladatát, vagy mit végzett. Természetesen én is felajánlottam az iroda lakásomnak az egyik kis szobáját, hogyha szüksége van valakinek, hogy ott megszálljon, és ezzel menteni tudjuk az életét, vagy a szabadságát. Egyszer emlékszem, hozott is egy nagy bajuszú aspiránst, akinek hát megmutattam ezt a szobácskát, de nem nagyon tetszett neki, úgy látom, vagy úgy gondolom azért, mert ez az irodám akkoriban és lakásom is egyben a Miksa utcában volt. A Miksa utcának az új Athénaum épületében, és ez a kis szobácska éppen a nagy raktárhelyiségekre nyílott, pedig hatalmas ilyen bálákban papír tömbök hevertek, úgyhogy az ember arra gondolt, hogy egy bomba, ha leesik, itt mindenki porrá fog égni, valószínű majornak is ez volt a véleményem, aztán nem volt szerencsém többet látni, és ahogy később Gyurkától megtudtam, hogy emögött a nagy bajusz mögött Major Tamás rejtőzködött, úgy látszik sikeresen. Más közös ismerőseik is voltak? Hát a Gyurkának a baráti köréből a Kábel, aki hasonló módon ügyködött, ő ismertetett meg minket, annak idején egy nagyon értékes baráti kapcsolatot teremtett köztem és Ferenciék között, Ferenci Bénit és Erzsit akkor ismertem meg, és ez aztán hát Béni élete végéig, illetve hát Erzsivel még most is az a kellemes baráti viszony és megtisztelő kapcsolat, ez továbbra is működik és tartott, ezt neki köszönhetem például. Mi történt 1945 első napjaiban? Hát 45 első napjai azok még a naív reményeknek a napjai voltak. Azt hiszem,
Az első vonattal, ami az elpusztított és romos Budapestről elindult, a nyugati pályaudvarról, ha jól emlékszem, január 31-én lementem Alizzal, Szellai Alizzal, aki akkor még nem volt a feleségem, de együtt éltünk, mert én a Röpiratnak ezt a magyar film érdekében, ezt a tervezetemet, a vízióját a magyar film művészeti reformjának, ezt ott az óvóhelyen fejeztem be, és arra a hírre, hogy Szentgyörgyi készül Moszkvába, mert meghívták, mert arról van szó, hogy magyar államelnök lesz, rohantam le ez az első vonattal Szegedre, a Röpiratnak a kéziratával megérkeztünk Szegedre, kiderült, hogy Szentgyörgyi Albert már Moszkvába repült, úgyhogy lemaradtam ezzel a kézirattal, amit ott hagytam aztán Gyurkáéknál. A Röpirat tehát nem jutott el Szentgyörgyihez, de Szentgyörgyi nem is lett államelnök. Később megjelent ugyan a Röpirat nyomtatásban, még 1945-ben, de semmi foganatja nem volt az ott írtaknak, mint ahogy nem volt 1989-ben sem, amikor újból megjelent reprint kiadásban, és 2015-ben sem, amikor az MMA adta ki hasonmás kiadásban. Gyurkával meglepő volt a találkozás, mert valahol a szegedi nagyszállóba, ilyen szovjet prém kucsmába és pufajkában fogadott, és szemmel láthatólag nagyon élvezte ezt a maskarádét, és hitt abban, mert mutatta, hogy ennek az új törzsközönsége is kikből áll, ennek a nagyszállónak, milyen kellemes, hogy ez itt fölcserítek. Szóval erőnek erejével el akarta velem is hitetni, hogy ez itt valami novum, valami új, valami jobb, valamilyen paradicsomi életforma fog bekövetkezni. Hitt az ideákba, szeretett volna belekapaszkodni ezeknek az ideáloknak a megtartó erejébe, mert hiszen ezekért az életét kockáztatta, és úgy érezte, hogy olyan emberi igazságok és igazságtalanságnak az érdekében kockáztatta az életét, hogy érdemes volt ezt tenni. Ha hirtelen látta, hogy bizony ezek fölösleges kockáztatások voltak, mert amit ez az eszme leváltott, a másik még rosszabbat hozott helyette, vagy pedig nem volt sokkal jobb, mint az, amit leváltott, vagy az, amit lomtárba tettek. Balázs Bélával ő ismertette meg? Balázs Bélával részben ő ismertetett meg, hiszen sok közös ismerősünk volt, és tudták azt, hogy mennyire tisztelem és becsülem Balázs Bélát, hiszen a könyveit, az Ichbare Menschet és a Geistes filmet, hál' Istennek eredetiben még egy pesti antikváriustól megszereztem, és hogy úgy mondjam, a film breviáriumomként tekintettem, és nagyon vártam arra a jó hírre, hogy Balázs Béla Moszkvából vissza fog érkezni, mert tudtam azt, hogy egy ilyen ember, akinek ilyen nemzetközi presztízse van, és ilyen kiváló filmesztétes, azon kívül moszkovita is, és 918 vagy 19 óta pártak, hát ennek az embernek olyan tekintélye van, hogy kétségtelen a magyar film művészi irányítására a megfelelő pozíciót és a lehetőséget ő fogja megkapni. Arra azonban nem számoltam, hogy azok a kis akarnokok és kisebb-nagyobb stréber emberek, akik szintén ezekre a pozíciókra vágyakoztak, tehát filmakadémia igazgatója, filmarchívum vezetője, filmművészeti tanácsnak a tagja, vagy stb. Ezekre mind megvolt az apróbb, nagyobb jelölt, önjelölt, ugye, és ezek összefogva együtt, mint a törpék, ugye, képesek egy Gullivert leláncolni, tüzet okáttak, és fújtak, és rágalmazták mindennel Balázs Bélát. Kiderült Balázs Béláról az, hogy szenilis, már nem ért semmihez sem, és ennek a legfőbb bizonyíték az Ének a buzamezőkben volt. Az Ének a buzamezőkkel nem csak engem lőttek ki, mint a film rendezőjét, hanem második célpont Balázs Béla volt, azt mondták, ha ő nem vette észre ezeket a súlyos ideológiai hibákat, amik ebben a filmben találhatók, ez az ember már szenilis, minden hírneve ellenére nem való és nem méltó arra, hogy felelős vezető pozíciót töltsön be. De ez a
állandó izgalom, ezek az állandó méltatlan, hozzá méltatlan rágalmák annyira igénybe vették, hogy nem sokára, hiszen a filmet betiltották, a Buzamezőket 48 márciusában, azt hiszem, hogy 48 májusában már bele is halt, bele is pusztult, tehát részben ez a film okozta az ő vesztét. Szőcs István pályája legnagyobb fiaskójának tartja azt az 1948 márciusi Akadémia utcai filmbemutatót, amelyen Ének a Búzamezőkről című frissen befejezett filmjét levetítették Rákosi Mátyás és a Magyar Kommunista Párt kultúrpolitikai irányítói számára. Úgy tudom, hogy Gyurka többször bent volt azokon a titkos, vagy pedig féltitkos, vagy félhivatalos vetítéseken, amivel a filmnek pár barátja és még több ellensége igyekezett a filmet vagy betiltatni, vagy felmentetni. És egy ilyen legfőbb vetítés döntött el a filmnek a sorsát. Én nem tudom, hogy bent volt-e, de minden esetre pontos információkat adott, amikor olyan nagy hullámokat vert fel ez a film, hiszen Ortutai volt a kultuszminiszter, a szegedi fiataloknak, Mórának nagy tisztelője. Amikor hozzámentem, hogy micsoda dolog ez egy filmet, amit Móra, aki korábban szabadkőműves volt, baloldalinak nevezték el, vagy keresztelték, íme itt van egy filmje, ami elkészült, és most betiltjátok. Hát mondom, az előbbi rezsim betiltotta azért, mert orosz-magyarral kezet fog, ez a háború közepén lehetetlenség, egy defetista magatartás, változtassam meg, ne orosz, hanem szerb legyen, persze ebben nem mentem bele. Amikor a nagy készfogás korra elérkezett, amikor kötelező volt orosz-magyar készfogás, csodálatos módon ismét, most már a kommunista filmcenzúra, előzetes cenzúra kivágatta, csak azzal a feltétellel engedélyezték a film forgatását, ha az egész orosz kivágom, nem csak a készfogás belőle, mert az orosznak egy viszonya van egy magyar hadi menyecskével, és ez azokra kellemetlen emlékekre emlékezteti a nézőket, amivel a dicsőséges hadsereg ugye bevonult. Akkora hullámverések és pletykák voltak körülötte, hogy engedjük, nem engedjük, stb. Ja, az Ortutai válasz az volt, hogy most van a centenáriumi ünnepségeknek a megnyitó ideje, ez a film olyan komor, mint egy nagypénteki prédikáció, meg kell várjuk, amíg lezajlanak ezek az ünnepségek, és akkor nyugodtan majd műsorra tűzik. Persze nem így volt, jöttek a nagy támadások Balázs Béla ellen is, és elég az hozzadja végén a film mellettiek, Rajk, akkor Szirmai, Ortutai, mint szegedi, szintén mondjuk mellettünk, vagy a film mellett lett volna. Igen ám, de ahogy elkezdődött a vetítés, fölhangzott a Boldogasszony anyánk, megjelentek a templomi zászlókkal a buzaszentelők, a pap letérdel és imádkozik távolba lévő véreinkért, a hadifoglyokért, hogy ismét visszajöjjenek kenyeret és életet vetni a honi földben. Rákosi tüntetőleg felállt, elhagyta az Akadémia utcai vetítőnek a termét, szóval Róma szólt, az ügybe lett fejezve, senki nem merte jó szót sem szólni a filmnek az érdekében. Pap István gépészmérnök Libik egyetemi társa volt. Barátsággá akkor vált köztük a kapcsolat, amikor 45 februárjában Buda felszabadulása után a két fiatal mérnök együtt kezdte építeni először a Kossuth, majd újjáépíteni a Szabadsághidat. Érdekes, hogy Libik az előbbi, míg Pap az utóbbi híd építését tartja az igazi barátság kezdetének. Pap a későbbiekben nem követte Libik kacskaringós politikai útját, maradt tanult szakmájánál, de érdeklődő figyelemmel kísérte barátja útkeresését. És ő tudta csak igazán értékelni Libik elévülhetetlen érdemeit abban a kereskedelmi tevékenységben, aminek eredményeként importként Magyarországra kerülhetett a Volvo autó, az SKF csapágy, valamint az Electrolux hűtőgép. Igazán a mi kapcsolatunk 45 után alakult ki, és egy közös barátunk, Kökény Mihály volt az, aki nekem évfolyamtársam volt, és őt szintén ismerte, és a 45-ös helyzet, az újjáépítés hozott bennünket össze. Igazán, és akkor alakult ki egy barátság. Fiatal házasok voltatok mindketten? Mindketten, és hát mondjuk különös az, hogy a sors úgy hozta, hogy egy házba laktunk. Ugye Nelly
a feleségem, Icu, nagyon jó barátságban voltak, és ez egy külön olyan romantikus időszak, fiatalok bútorozatlan szobákba, úgyhogy elhagyott lakásba kerültünk, és ott kezdtük az életet. És a hidak? A hidak, hát amilyen állapotban az ország volt, hát egyik legfontosabb feladat a hidaknak a építése volt, és mindketten a közlekedési minisztériumhoz kerültünk. Én már Debrecenből kerültem föl, mert eredetileg a MÁV-nál, a debreceni vagongyárba dolgoztam, de onnan pont a Kökény Mihály hívott át az ideiglenes kormányhoz, és azzal együtt költöztem föl Pestre, és azután itt Pesten kapcsolódtam be az újjáépítési feladatokba. Az újjáépítési feladatok során hát úgy hozta a sors, hogy Kossuth-hídnál bizonyos problémák voltak, és hát oda kiküdtek. Hát kicsit szokatlan volt a feladat, mint gépészmérnöknek, de hát a végén közismert módon ezt a feladatot sikeresen oldottuk meg. De a Gyurival a szoros kapcsolat azután a mostani Szabadsághídnál alakult ki, ahol az komoly gond volt a szegecselésnél, és hát az ő közreműködésével és segítségével, hát ez egy külön történet, hogy 3 bödön zsírért szereztük be Ausztriába azokat a szegecselő kalapácsokat, amivel meg tudtuk oldani aztán a hídnak a összeszerelését. Ha az ember ezeket a régi fényképeket nézi, hát ilyen tejfölös szájú vidám kamaszokat lát. Hogy fogadtak szót nektek? Hát valahogy ott a célban, az közös akaratban valahogy jobban együtt volt a társadalom. És hát szót értettünk, műszakiak, vezetők, munkások. Szóval ott az újjáépítésnek ez a lendülete valahogy egy olyan szoros egységet és egészen más hangulatot teremtett ott az építkezésen. Persze hát ez nem csak ilyen idillikus dolog volt, hanem voltak ott problémák, gondok is, az természetes dolog. De az a tény, hogy például a Kossuth-hídnál 6 hét alatt történt meg a pillérekről a vasszerkezetnek a szerelése, ez egy olyan teljesítmény volt, amire ha visszagondolunk ma is mindenképpen nagy teljesítménynek kell minősíteni. Ez meg se fordult bennetek, hogy mekkora felelősséget vállaltok? Ez tényleg, ez egy jó kérdés, mert valahogy nem azt néztük, hogy ez most milyen felelősség. Felelősség volt az, hogy az ország újjáépüljön. Ezt mindenkinek érezni kellett, de ezt így nem fogalmazta meg senki sem magának. A lendület mikor tört meg? Egyáltalán például a Libiken mikor tapasztaltad, hogy valamit nem úgy érzékel? Hát ezt én magamon is tapasztaltam már, hogy 48-49-ben már jelentkeztek problémák. Hát szóval az eredmények után az ember úgy volt, hogy hát fölkerült, mintha a liftre került volna. Kapta mind nagyobb és nagyobb átfogó feladatokat. De azután lehetett már 48 után érezni bizonyos bizalmatlanságot, bizonytalanságot. Hát ez valakinél úgy jutott kifejezésre, hogy el kellett neki benni iskolára, továbbképzésre, egyebek, idézőjelben erősíteni, fejleszteni. A másiknál úgy, hogy nem kapott olyan feladatokat. Ez a különböző egyéneket különbözőképpen érintett. A csengő frász alól senki nem tudta magát kivonni. Pártagot, párton kívül jövőt, ez aki azt a kort megélte, az ezt tudja. Együtt laktatok és együtt dolgoztatok. Milyennek láttad őt akkor? Én valahogy ma is egy kicsit úgy látom, mint akkor láttam. Szóval tele erővel, tele lendülettel, az új iránti fogékonyság, a fantasztikus kombinatív készség, a rendkívül gyors reagáló képesség, az eseményekkel a való együtthaladás. És mindig egy kicsit ő előbbre volt, előbbre szaladt, és előbbi fázist érezte. Én nem tudom, de engem mindig megragadott az a fantasztikus intellektus. A legkülönbözőbb helyzetekben olyan addi idézeteket hozott,
hogy hát egy műszaki ember, mondom, hát hogy az ördögben van, hogy ezt ilyen frappánsan, ilyen... Hát kicsit irigyeltem is ebben. Mindig tudott számomra valami olyat mondani, ami nagyon értékes volt. Tehát ő szórja a gondolatokat, az ötleteket, azt nem szabad mind fölvenni, és nem szabad mind megvalósítani, de ha a 10-ből egy olyan van, aminek talán nem is önmagában az egész gondolat, de a gondolatnak a magja olyan, hogy érdemes azzal foglalkozni, abból növény legyen. Szóval én mindig ebből profitáltam. Sokat megzavar az, hogy szólja ezeket. És talán az, hogy nem mindig talál olyan partnerre, aki ki tudja választani ebből azt, amit meg kell fogni. Itt voltunk mi valahogy nagyon komfort. Szóval jól egyetértettünk ebben. Mégis mi a magyarázata annak, hogy egy ember föltűnik különféle történelmi szituációkban nagyon közel a hatalomhoz. Mindig csinál valamit, és aztán nagyon gyorsan szembe kerül a hatalommal. Ő valahogy mindig, ami bántotta, ami nem volt összeegyeztethető az ő felfogásával, ő azt elítélte, és az nem jelentett egy generális és általános szembefordulás. Az egy folyamat eredménye volt, amikor nincs tovább, csak másképpen lehet. A nagy kezdeti lelkesedést követte a nagy kiábrándulás. Ahogy ők változtak, úgy változott az ország lakosságának is a véleménye. A vezetői módszerekről is, a világban elfoglalt helyünkről is. Az össze kell gyűlni sok mindennek, amikor azt mondja egy nép, hogy nincs tovább. És gyakorlatilag 56-ban ez volt. De ahhoz az is kellett, hogy ezt mondja, és a másik volt rá lehetősége, hogy ezt mondja. Tehát ahhoz 56-hoz kellett 53. Mert 53 igazolta azt, hogy azt nem lehet csinálni, amit 51-52-ben csináltunk. Tehát ezt nem lehet önmagában nézni csak, hanem ezt mindig folyamatban kell nézni. És a folyamat egészét vizsgálva lehet ezt tulajdonképpen megfelelően értékelni. Gyakorlatilag az 50-es, 53-ban a teljes mértékben egyetértettük a programmal, a reformmal, és ő is tevékenyen, én is nagyon sok mindent tettünk annak érdekében, hogy egy reform már 53-ban elinduljon. Ő is benne volt a műszaki fejlesztésben, én egy más területen voltam benne annak a reformnak a kidolgozásában, tehát ott szintén együtt voltunk. Az 56 dolgában az, hogy a régi múlttal, már akkor az közelmúltnak számított, le kell számolni, újat kell csinálni, abban is egyetértettünk. Megváltozott az utóbbi időben? Én azt hiszem, alapvetően ő nem változott meg. Ha csak ugye az, hogy az energia töltet most már nem ugyanaz, mint 40 éve ezelőtt volt. De azért most is ugyanúgy felugrik az asztalra, mint 40 éve ezelőtt. Beck Judit festőművész, grafikus, Beck Ödön Fülöp szobrászművész lánya, Major Tamás színész felesége, Libik megmentettjeinek egyike. Pontosabban Major Tamás megmentettjeinek egyike, aki, mert származása miatt illegalitásba kényszerült, mindig Libiket kérte, telepítse át egyik búvóhelyéről a másikra feleségét, Juditot vagy annak szüleit, akik ugyancsak bujdokolni voltak kénytelenek. Míg Major és Libik akcióztak a németek ellen, Beck Judit Kariksáránál a röplapokat készítette. Én a Libik Gyurit a Ponty utcában azt hiszem. Lehet, hogy a Sári révén. Hát a Tamásról ő állandó összeköttetésben volt, illegalitásban. Az én röplapjaimat olyan vagány volt, hogy az utcán így osztogatta kézbe. És elment a Tamással a téglagyárból, kiszabadítottak embereket, meg mit tudom én, rengeteg mindenféléket csináltak. Úgyhogy a Tamással ő nagyon jól dolgozott. Még az én szüleim is voltak az ő lakásunkban egy ideig, oda rakta őket a Tamás. És apám szobrász volt.
és hát nagyon ismert feje volt, de hát akkor megváltoztattam át teljesen. Úgyhogy egy darabig ott voltak, illegális néven. És én Tariska Jolánka voltam akkor illegalitásban. Óbudán laktam egy proletár családnál. És a házfelügyelő az egy csendőr volt, úgyhogy óvatosnak kellett lenni. Hát Tamásnak nem is szabadott a címemet tudni. De egy szép napon, este nem tudom én hánykor, talán 10-kor beállított a Libik Gyuri. Most azonnal jössz velem. A Tamás fél, hogy fölrobbantják a hidakat. Azonnal ülsz föl a paripámra. Valamilyen csergeszerű dologba gyorsan beledobáltam mindenfélét, amit 5 perc alatt tudtam. És oda a Gyuri mögé ráültem a motorbiciklire, és akkor a Somogyi Bogyóhoz mentünk, ott volt akkor a Tamás, ott anyázott. Az a másik sarkon lakott a Gobi Hilda, de az is illegálitásban volt. És ott azon a környéken több helyen is voltunk, hát ottan szörnyű dolgok történtek. Ott valakit el is hurcoltak onnan, a pincéből, és a Tamást alig lehetett elrejteni, de hát azért megúsztuk, ez az igazság. És megbíztak benne? Hát elég feltűnő lehetett. Kiben? A Libikben. A Libikben megbízott a Tamás. Abszolút megbízott benne. Hát ilyen dolgokat csináltak. Közös akciók voltak. Eleinte még egymás nevét, címét sem szabadott tudni. Ez az illegalitásnak, ez volt a szabály, alapszabály. Major Tamás néhány hetet a Libikék Bimbó úti villájában töltött, ugye? Ott is itt volt, igen, Libikéknél, hogy ne? Akkor is illegalitásban, ugye? Illegalitásban, igen, hát ő Maróti major volt, és akkor ez a Maróti papír volt nála. Állandóan nem nagyon sokat foglalkozott ebben, hogy nem törődött vele, hogy van-e papírja, vagy milyen papírja van, de óriási bajusz növesztett, nem tudom, hogy biztosan emlékeznek. És vagy olyan érdekesen tartotta magát, fölvett egy ilyen tartást. De hát én szerintem elszemtelenedett, és a villamoson is ment. És hát annyira jellegzetes keze volt például, nagyon szép keze volt. És hát azt is meg lehetett ismerni szerintem, ha valaki úgy megfigyelte. De hát ő állandóan kalandozott erre, arra járkált, és mindent intézett. Litván György, történész, egyetemi tanár, Széchenyi díjas, a francia becsületrend lovagja. Pont egy évtized korkülönbség van Libik és közte, ezért diákkori barátságról így nem nagyon lehet szó. A valódi kapcsolat létrejötte 1956 környékére datálódhat. Én előbb ismertem meg őt, mint ő engem, nem beszélgettünk. Még amikor én már nagyon is ismertem őt, mint jóval idősebb iskolatársamat, 6-7 évvel járt fölöttem a Verbőci gimnáziumban, a Krisztinában, és ő az iskolának, és egyáltalán mondjuk a budai diák életnek, és az általam is kedvelt sportoknak, a tenisznek és a sínek volt fenoménja.
Azon kívül jól emlékszem, hogy a Városmajor utcában, ahol laktunk, láttam őt egy ilyen 300-as vagy 500-as BMW motorral száguldani, sőt elengedett kormánnyal, mit tudom én, milyen sebességgel menet közben fésülködni. Szóval a Libik egyike volt a mi korosztályunk bálványainak, mondjuk az ilyen kisrácoknak, akik hát benne a nagy sportembert, a nagy aranyifjút, a nagy vagányt tisztelték, és ő persze bennünket akkor észre sem vett. Véletlenül egyszer azon a pasaréti teniszpályán, ahol jártam, a tréner helyett ő adott nekem órát, egyszer vagy kétszer is. És hát tulajdonképpen ez nevezhető ama pillanatnak, amikor mi hát mondjuk megismerkedtünk. Emlékszem, hogy amikor én elkezdtem volna a síversenyzést, barátaimmal, például a ma politikában is szereplő Tardos Mártonnal együtt, aki osztálytársam volt, minket nem engedtek már elindulni ki sok versenyen, mert már a faji törvények mondjuk ebben megakadályoztak, ami persze nekünk akkor nagy csalódást és boldogtalanságot jelentett. Azt se tudtam, nem is sejtettem, hogy akkor vagy később, ugye ő már kapcsolatot talál a németellenes, illegális ellenállási mozgalommal, és azt is utólag tudtam meg, hogy ahhoz a csoporthoz tartozott más síelőkkel, sportolókkal együtt, akik 44-ben nagyon aktívan vettek részt mentési akciókban, kommunistákat, zsidókat, egyaránt, ahol éppen szükség volt, mentettek. Én ezzel nem Libik személye útján, de annyiban kerültem érintkezésbe, hogy egyik mondjuk érintettje voltam a dolognak, tehát rajtunk is segítettek, méghozzá egy másik kitűnő síelő, Herendi Gyula, akit Kábelnek neveztek a sportolók világában. Eredetileg Háber volt a neve, budakalászi sváb fiú volt, teljesen szőke, magas, germán, igazi germán megjelenés. Úgyhogy ez nagyon elősegítette, hogy hát gyanú, minden gyanú fölött álljon, és németek vagy csendőrök között is úgy mozogjon, ugye, mint aki hát köztük teljesen otthon van. Ő volt az egyik fő hadsegéde, Ferenci Béniné, Ferenci Erzsi ilyen osztagának. Legalábbis számomra akkor ez így jelent meg, mert engem is és testvéreimet is, hát miután szüleinket elvitték, apámat még 44 tavaszán gestapó fogságba, Mauthausenbe, azután egy utcai razzia során anyánkat is. Szóval én maradtam a két öcsémmel, és attól kezdve Ferenci Erzsi, aki hál' Istennek még ma is él, így őrangyalként törődött a sorsunkkal, és hát egyik búvóhelyről a másik ilyen védett diák otthonba, ahogy lehetett, amikor lehetett, és időnként még ott náluk is laktunk egy ilyen nagy belvárosi lakásban, ahol ők Fischer Józseféket, két nagynénémet, rengeteg embert mentettek, amikor egyszer ott aludtunk, reggel csak néztem, hogy így nyílnak az ajtók, és jönnek különböző emberek. Azt hiszem a Major Tamásék voltak, laktak ott egy ideig, és rengeteg műkincs, amit szintén ők mentettek át az ostromnak a viharán. Hát szóval ehhez a csoporthoz tartozott az említett Kábel és Libik György is. Tulajdonképpen 56-ban kerültünk igazán ismerettségbe vagy barátságba. Ha jól emlékszem, Vásárhelyi Miklóséknál, akihez, hát ő ugye ennek a Nagy Imre csoportnak az egyik legaktívabb embere, és az akkori Rákosi elleni politikai kampánynak a szellemi irányítója volt, és hát Libik is hozzájárt tanácsér, ihletér, véleményér, és nekünk nagyon régi barátaink voltak, Vásárhelyék laktunk is, szóval ott találkoztunk össze. 57-ben hallottam, hogy
Libik Lengyelországon keresztül Svédországba jutott, és én aztán néhány évre süllyesztőbe kerültem, szóval egyszer internálásba, aztán 4 évre börtönbe. 60-as években a Normafánál szokás szerint síelgettem, és ott valaki rám kiáltott, és Libik volt az, aki nem tudom hány év után először jött haza, rögtön tudta, hogy hova kell menni, és a találkozás olyan volt, mintha a beszélgetést az előző héten hagytuk volna éppen félbe. Szóval abszolút természetesen mozgott, rögtön az új síelő versenyző generációkkal megismerkedett, mindjárt ottan elpasszolt nekik néhány felszerelési tárgyat, amire neki nem volt szüksége, ugye ő mint akkor még ritka nyugati látogató érkezett, de azonnal itthon volt. Mester, nem nagyon változott meg tehát az utóbbi 40-50 év alatt? Nem, semmit nem változott. Megrajzolta a Libik kamaszkori képét, illetve azt, hogy ön kamaszkorában milyennek látta őt. Most milyennek látja? Miféle ember? Hát az akkori képben nem annyiban módosult, nem most, hanem az idők során, hogy amikor én messziről ismertem, egy problémákkal különösen nem küszködő aranyi fiút láttam benne, ugye egy életművészt. És hát ma már jól tudom, hogy nem az, illetve nem csak az, vagy nem elsősorban. Az, mert hiszen állandóan átéli a társadalom és a nemzet és a politika, a nemzetközi politika válságait, küzdelmeit, maga is részt vesz benne, belebonyolódik, kudarcokat szenved, és ezek nyilván fájdalmasan, legalábbis nem közömbösen érintik. Tehát ma már egy sokkal inkább küzdködő embert látok benne, mint abban az időben. Minden egyéni sajátosság mellett közöttünk, és nem csak kettőnkre gondolok, ez egy nemzedéki sajátosság. Azért mi alapjában a korkülönbség ellenére hát ugyanabban nőttünk föl, ugyanazt csináltuk végig, és hasonlóan reagáltunk, és reagálunk az eseményekre. Bizonyos mérték ez az örök ellenzékiség, ez bennünk van. Ő benne éppen a temperamentuma folytán különösen hajlamban arra, hogy elégedetlen legyen a viszonyokkal, összevesszen a környezetével, hogy újabb és újabb kenyértörésre vigye a dolgot, hogyha nem ért valahol egyet. Tehát azt hiszem, hogy még mondjuk politikailag ideális viszonyok között is megtalálta volna a módját, hogy kívül kerüljön a tojáson. Mint ahogy vannak emberek, akik rendszerint és rendszeresen újra meg újra megtalálják a kapcsolatot a hatalommal és az elhelyezkedésnek, az odavaló behelyezkedésnek a lehetőségét. Hát Libik tipikusan az, aki ezt soha nem találta, nem is fogja megtalálni. Noha valahogy a politika csinálóival azért mindig megvan a távolabbi összekötetése, és ismeri azokat a fészkeket és műhelyeket, ahol a politika készül, időnként lök is egyet-egyet a dolgokon, de aztán valahogy megint kicsöppen belőle. Fischer József 1956. november 2-án az átalakított Nagy Imre kormányban, mint a Szociáldemokrata Párt küldötte, államminiszteri kinevezést kapott. Ez volt az úgynevezett harmadik Nagy Imre kormány. Megbízatásának a november 4-i szovjet bevonulás gyakorlatilag véget vetett. November 4-én Kádár János, aki az MSZMP részéről ugyancsak tagja volt annak a kormánynak, egyesek szerint Ungváron, mások szerint Szolnokon kormányt alakított, így biztosítva törvényes lehetőséget a szovjet beavatkozásnak, mondván ők kérték a segítséget.
A szépség hibája ennek az, hogy az elnöki tanács csak november 7-én szüntette meg a Nagy Imre kormány mandátumát, és jogilag addig más nem alakíthatott kormányt. Talán ez is lehetett az oka annak, hogy Kádár az MSZMP, rajta kívül három kormánytagjából, Nagy Imrét és Maléter Pált kivégeztette, Losonczy Géza pedig, még ezt megelőzve, belehalt a kínzásokba. Fischer és Libik első találkozása 1944-ben történt. A majd 20 év korkülönbség a barátsághoz túl sok volt, de ennek ellenére jó viszonyban voltak. Libik csak Per Fischer Jusufként emlegette az akkoriban épp a közmunkatanács elnökeként funkcionáló politikust és építészeti szakembert, aki összeismertette Kétli Annával is, aki 56-ban szintén tagja volt a harmadik Nagy Imre kormánynak. Kapcsolatuk 1944 nyarán kezdődött, amikor Fischer még hivatásos hamisítóként funkcionált. Hol és mikor ismerte meg Libik Györgyöt? A lakásomban, Csejtély utca lakásomban állított be a Major Tamással. Major Tamás hozta föl nekem, akit onnan ismertem, hogy a feleség, a későbbi felesége, a Beck Judit, igen, az utcán megszólított a lakásunkhoz közel, hogy a Tamásnak jó lenne egy biztos hely. Azt mondtam, hát jöjjetek fel és nézzétek meg ugye nálam ugye a helyzetet. Aztán délután följöttek, és attól kezdve a Tamás hol itt lakott, hol ott lakott, nálunk is hosszú melyik ideig. Melyik évben volt? Ez 44, miután az orosz, a németek bejöttek. Hát most már teljesen mindegy, hogy német vagy orosz. Ugye akkor németek jöttek be, aztán később az oroszok jöttek be nekem, ez teljesen mindegy volt. Na szóval ezek beállítottak hozzám, és a Libiknek kellett egy papír, megvolt a anyakönyvi kivonata, de az anyja neve ki volt már az anyja vallása ki volt mosva. Úgyhogy tiszta volt a papír, és oda be kellett írni, hogy református. Hát én ezzel foglalkoztam 44-ben hamis papírgyártással, úgyhogy ott volt az asztalomon mindenféle színű tinta, meg etc. a festék, stb. Úgyhogy ott álltak mellettem, magam elintettem a papírt, és fogtam a tollat, és kikevertem azt a színt, amivel a többi írva volt. És amikor már rá akarom tenni a papírra a kezem, akkor a Libik megfogja hirtelen a karomat. Mondom, mi baj van? Azt mondja, hogy hát, ha elrontom, erre a Tamás leintette, úgyhogy aztán odaírtam. Ez volt az ismerettségünk. A háború utáni években maradt a korrekt kapcsolat Libik és Fischer között, és 1956-ban, amikor a szükség úgy hozta, a mindig nyüzsgő Libiket kérték meg, a kormányalakításhoz hozza be az autójával a parlamentbe Fischert. A harmadik Nagy Imre kormány tagjai közül többen szinte nem is ismerték egymást. A pártok küldöttei voltak. Legfeljebb Nagy Imre találkozott előtte mindenkivel, nem csak a hírüket hallhatta. Még annyi ideig sem voltak kormányon, hogy egy fotó készülhetett volna róluk. Természetesen Fischer és Nagy Imre már előtte is ismerte egymást. Ön az 1956-os kormány egyetlen élő tagja. Találkoztak 56-ban is? Bent a parlamentben mondjuk? Hát én azt meg is írtam a párizsi irodalmi újságba. Egy oldalas cikkben megírtam ezt a találkozásomat a Nagy Imrével. Hát én ajánlottam a kormányba a Bibót. Hát az úgy zajlott le, hogy ott ültünk ugye hatosba, ugye, hát a Tildi, a B. Szabó, a másik partnere, a Kovács Béla, ugye az mellettem ült, és hát ugye az már kijött a börtönből, és az én partnerem ugye a most hirtelen nem jött eszembe a neve, szociáldemokrata
ketten mentünk föl, a két Lima akkor előző nap kiutazott Bécsbe. Na jó, hát szóval, és akkor megkérdeztem a Nagy Imrétől, hogy tulajdonképpen a Parasztpárt részéről ki lesz. És akkor azt mondja, hogy Erdély, mondom, az Erdély. Hát az egész végig, ugye belügyminiszter volt, meg minden volt. Ugye hát ez mi nekünk ugyan nincs jogunk beleszólni, hogy más párt kit küld ki. Hát mert ebből ki akartam kerülni azt, hogy esetleg valaki más, meg esetleg a mi jelenlétünket kifogásolhassa. Azt mondja, de hát akkor ki van más a Parasztpártban? Mondom, hogy a Illés, az nem vállalta, Kereszt úr nem vállalta, mindegyik jó barátságban voltam velük. Azt mondom, hát a Bibó, ki az a Bibó? De egyik se ismerte. Erre elmondtam nekik, nálam ugyanis a közmunkatanácsban ott volt, ő az Erdélynek jó barátja volt, hát természetesen egy pártba tartoztak is, és őt delegálta a belügyből a közmunkatanácsba. Úgyhogy ott ült, de nem sokat beszéltem vele. Úgyhogy én csak tudtam az ő magatartása, abszolút korrekt. És a Libikkel nem találkozott a parlamentben? Nem. De 56 után tudom, külföldön. Ő ott olatott, mindenhova bejáratos volt. Ő egy milliómos gyerek volt. Ő így is nőtt fel, ugye? Azzal, ahogy ő mondta, hogy császár vagyok itt. Ugye, hogy, na, hát ugye tele volt pénzzel is, ugye itt mégiscsak nem pénzes emberek közt mozgott. És hát ez a Szent Györgyi lányjal való házassága is, ugye, hát ez is ugye innen adódott. Egy jóképű fickó volt, egy jó kedélyű, és hát ez volt tulajdonképpen. Gyászjelentés. Libik György életművész szokásos könnyed stílusával 1995. január 23-án átsiklott a végső célvonalon. Barátjától, dr. Erdős Tamástól származik a mondás, amelyben összefoglalta Libik minden kijelentésének, minden vulkánkitörésszerű megnyilvánulásának közös mondani valóját. Élni jó. Jól élni érdemes. Többen vagyunk jók, mint gonoszok. Ne féljetek, jó emberek, legyőzzük a pimaszokat.